Sziasztok, üdvözlök titeket! Egy újabb retro számítógépes videó következik. Egy újabb C64-et fogunk megnézni, és ezt a videót viszont nem tervezem, nem tudom hány részes videósorozatnak, ez mindenféleképpen csak egy rész lesz, hiszen volt is már ilyen Commodore 64-es javítós videó, és igazából megmondom őszintén, nem szeretném a csatornán, hogy folyamatosan csak mondjuk ugyanazokat csináljuk megás nélkül, hiszen ez nem egy Commodore 64 szerelős videó, ugyanúgy, mint ahogy a Spectrumoknál azt mondtam, hogy nem lesz több spektrumos rész, ezért a Commodore 64-nél is úgy gondolom, hogy valószínűleg ez lesz az utolsó Commodore 64, amit így videó formájában megörökítek, ha csak valami nagyon-nagyon különleges dolog nem jön esetleg be, amit végképp meg kell, hogy osszak veletek. Nézzük meg ezt a gépet, nem is húzom tovább, nézzük meg, hogy miről is van szó. Kamerát idébb hozom, és akkor lássuk a medvét. Ugye őről van szó, erről a gépről beszélek, és igazából, ha látjátok, egy eléggé ramaty állapotban lévő Commodore 64, habár ugye ez egy angol gyártmány, az örök is benne valami. Ugye rá volt rakva a vezetékre, és tudjátok, ez a vezeték, ez nem forrasztó pák, hanem a vezeték így beleolvad a műanyagba, reakcióba lép a két műanyag egymással. A burkolata az az igazság, hogy és elég csúnyán néz ki, ugye a matrica is az állapotán, hát nézzünk bele, gyorsan szét is szedjük. Csavar, egyetlen egy csavar van a gépben, tehát az látszik, hogy ebben már bizonyára belenyúltak, és hát igen, ugye itt van maga a gép, kapásból látszik, hogy az összes fül le van törve magáról a burkolatról, tehát minden fül törött. Egyébként ez a billentyűzet, ez benne van, ez úgy látom még talán nem vették itt a forrasztásból, vagy nem szedték szét. Ugye őt félretesszük, őt majd később nézzük meg. Nézzünk bele a gépbe, hogy mi van benne. Ugye az árnyékoló fólia benne van, itt is egy műanyag darab, és a gépnek a belseje az tulajdonképpen így néz ki. Odébb mutatom, fordítom, és akkor nézzünk bele, hogy mi van ebbe a gépbe. Ugye alapvetően azt látjuk, hogy a gép ugye úgy ránézésre azt lehet látni, hogy nem azt mondom, hogy sértetlen, de úgy benne van minden. Amit így első ránézésre lehet látni, kondenzátorok azok nagyjából az eredetiek. Amit lehet látni benne, hogy ugye a SID chip az foglalatban van, nem tudom, hogy ő jó áll, jó lesz-e, nem lesz jó, van olyan érzésem, hogy nem lesz jó a SID benne, nekem van olyan érzésem, hogy ezt már kivették belőle, és szinte biztos vagyok benne, hogy valami rossz SID van belerakva. Látszik, hogy itt az egyik CIA chip is foglalatban van téve, hát ez majd kiderül, a másik még be van forrasztva. Ugye ez az a gép, ez a gép olyan lesz egyébként, megmondom őszintén, hogy most ezt kiveszem az alaplapot belőle. Elnézést. Kivesszük az alaplapot, és az az igazság, hogy meg fogjuk nézni. Egy próbát fogunk vele tenni, hogy táp alá fogjuk helyezni, és megnézzük, hogyha rákötjük televízióra, átlátszik ez a csavar, és ugye volt ez már kiszedve, ez az alaplap ebből. Valószínűleg az összes dolog el van benne törve. Így kiemeljük. Hát ugye itt látszik ma is egy valami átforrasztás, tehát itt valaki már valami forrasztgatott is rajta. Hát volt ez már forrasztgatva, úgy látom ez az alaplap. Valami, mintha bele is lenne folyatva. Na jó, mindegy. Ezt így félre tesszük. A billentyűzetet is. Ups, nem is tudom most hirtelen hova tenni. Jó. És akkor ugye az fog következni, hogy megpróbáljuk elindítani. Tehát most meg fogom próbálni elindítani ezt az alaplapot, rákötjük egy monitorra, és bekapcsoljuk, és meglátjuk, hogy mi a helyzet vele. Nézzük is meg ezt a dolgot. Tehát ugye a helyzet az lesz, hogy itt van nekünk egy monitor, itt van egy AV csatlakozó. Ilyet nem szoktam csinálni, mert először méricskéne szoktam, de most azt mondom, hogy rákötjük a tápot. Ebből is hiányzik egy csavar, úgy látom ebből a lemezből. Rákötöm a tápot. TV készüléket bekapcsolom. Jó. Áttettem AV-ra. És akkor nézzük meg, mi van, ha bekapcsolom.
fekete kép, nincsen semmilyen képjelenség rajta. Ugye ezt a Deep Test cartridge-ot berakjuk a cartridge-be, és megnézzük, hogy ezzel mit csinál. Itt várni kell egy kicsit, hogyha valami életjelenséget szeretnénk látni, akkor itt mindenféleképpen egy kicsit várni kell. Jó, hát egyelőre semmi képjelenség nincs, tehát egyelőre olyan a gép, mintha teljesen halott lenne. Na most ez sok mindentől lehet. Kikapcsolom. Ugye ez egy teljesen halottnak tűnő számítógép. Most ugye neki fogok állni mérdiskélni, hogy az első dolog az lesz, hogy ami foglalatban van IC, azt kivesszük belőle. Ezt még gyorsan meg is tudom itt tenni. Tehát kivesszük ezt a CIA IC-t belőle. Olyannyira, hogy látom, hogy ez a CIA IC egyébként ez szinte biztos, hogy rossz lesz. Kivesszük ezt a szidet is belőle. Ezt is félretesszük. És akkor csinálunk még egy tesztet most. Kivettem a két foglalatban lévő IC-t. Jó, hát az alaplap továbbra is nem mutat semmilyen életjelet. Hát akkor most ezek után az fog következni, hogy nekiállok magát a gépet tesztelni, megnézem itt a távfeszültségek rendben vannak-e, és akkor meglátjuk, hogy utána mi a helyzet. Ezeket én megnézem, és akkor utána folytatjuk itt a videót. És ugye mondtam, hogy a távfeszültségeket ellenőrzöm. Ugye az első körben a következőre lettem figyelmes, az 5 volt, a rendszer 5 voltos táv nem volt meg a logikai IC-ken, memória IC-ken, tehát nem volt meg. Közben észrevettem, hogy magát például a CIA IC-t, ami foglalatban volt, fordítva volt belerakva a foglalatba, tehát szinte 100%-osra teszem azt, hogy az a CIA IC hibás és nem működik. De attól ugye menni kéne. Kivettem a SID-et és a CIA-t is belőle, és ahogy próbálgattam, kibe kapcsolgattam, egyszer csak azt vettem észre, hogy megjelent az 5 volt. Most ennél, ebben az esetben arra lehet következtetni, hogy a kapcsolója kontakthibás magának a gépnek. Tehát a kiba kapcsolója valószínűleg kontakthibás, szét kell szerelnem, ki kell vennem, kipucolni a kapcsolót, ez szinte 100% hogy annak a következménye. És nézzük meg, hogy most, hogy már van 5 volt, most milyen jelenséget mutat a számítógép. Bekapcsolom. És látjuk, hogy most már van kép, tele van mindenféle karakterrel, tehát ez már egy jó jel, mert ez valószínűleg azt mondja nekünk, hogy a vicce az például működik, hát melegszik is egyébként rendesen. Na most jön az, hogy Deep Test Card, és megnézzük, hogy a Deep Test Cartridge-jal mutat-e nekünk valamilyen képet ez a gép. Ugye itt várni kell egy kis időt, mert a cartridge-nek el kell indulni. És egy ilyen kép fogad minket, ami tulajdonképpen egy ilyen össze-vissza tört valamit. Tehát próbálnak a cartridge elindulni, de mégsem tud elindulni. Na most mi lehet ennek az oka? Tehát látjuk egyébként, én látom, hogy fut. Tehát itt próbálkozik a futással. Na most ebben az esetben én szinte 100%-ra tudom menni, néha megjelenik a kurzor, tehát valamit próbál futni ez a cartridge, tehát ilyen memória teszteket próbál rajta csinálni, csak igazán nem nagyon tud kiírni semmit a képernyőre. Nem gyanítanám, hogy a viccel lenne probléma, tehát nem hiszem, hogy azzal van a gond. Én ennél a hibánál megmondom őszintén, hogy inkább most per pillanat, most futtatja, itt látom, én látom a kurzort, lehet, hogy ti is látjátok a videóba, próbál futni. De nem nagyon tudod kiírni semmit a képernyőre. Na most ebben az esetben én arra gondolok, hogy ez szerintem PLA hiba lesz. Én arra gyanakodnék, hogy a PLA hibás magának a gépnek. Na most ez ki fog derülni, mivel ki fogom venni a PLA-t a gépből, teszek be egy foglalatot, és meglátjuk, hogy ezek után mi lesz a helyzet ezzel a masinával. Valószínűleg fogok tenni bele egy másik PLA-t, és meg fogjuk nézni egy másik PLA-val, hogy működik a számítógép. Körülbelül egy 2 óra hosszás hibakeresés után próbáltam megtalálni, hogy mi okozza ezt a hibát. Ugye sajnos nem ment ugye a Deep Test Card-dal zselétve, elindult, csak nem tudtam kiolvasni, hogy mi lehet a problémás. Ugye érdekes módon olyan memória hibára utaló volt a hibajelenség. Gyanítottam én egyébként, hogy lehet, hogy nem is a memóriákkal van a gond, de azért a memóriáknak tettem be foglalatot. Idébb hozom a kamerát, és akkor lehet lesz látni ezt a dolgot. Mutatom. Tehát ugye a memóriáknak
tettem be foglalatot. Kipróbáltam minden egyes memória IC-t, memória rendben volt, tehát nem a memória okozta. Kivettem még a CIA IC-t, mert a másik CIA az még okozhat ilyen problémát. Beleesett egy csavar, jó. A másik CIA az még okozhat ilyen problémát, hogy megfogja valamelyik adatbuszt. Illetve itt volt is ilyen forrazgatás, biztos ezt is átraktam foglalatba, megnéztem, hogy azzal van-e gond. Egyébként szokásosan CIA-kkal majd meglátjátok mindjárt, hogy van némi gond. Aztán végül is, amire tippeltem, meg gyanakodtam, ugye a PLA is kiderült, hogy jó, ugye először arra is gyanakodtam, de az is jó. És mivel memória hibára utaló jel volt, de memória IC-k rendben voltak, ezért gyanakodtam, hogy ez a két MOS IC van itt egyébként, ez 74LS257-es multiplexerek, hogy itt valamelyik multiplexer lesz a ludas, és úgy is volt, ez a multiplexer volt itt a hibás, és tulajdonképpen így a gép el is indult ezek után. Nem tökéletes még a dolog, de megmutatom, hogy hogyan is néz ki most per pillanat. Ugye rajta van most a diagnosztika, és akkor kapcsoljuk be és nézzük meg, hogy mit csinál. Ugye látszik, hogy most már a gép az elindul, szépen teszi a dolgát, volt rajta végig a diagnosztikai teszt. Na most aminek nagyon örülök, hogy a SID-nek semmi problémája nincs, tehát a SID az teljesen rendben van, fog kapni egy szép kis hűtőbordát, semmi gond a SID-del. Alapvetően ennél a gépnél is, ami probléma tapasztalható, ez egy tipikus olyan Commodore 64-es probléma, ez a két CIA IC-nél van valami disznóság. Most az érdekes a történetben az, hogy kipróbáltam a CIA-kat egy másik gépbe, abban a gépben, és azt hiszem, hogy egy hibát hozott. Na most ugye, ha megnézitek, akkor itt mind a két IC-t hibásra hozza. Mint halljátok, a SID jó. Ugye látjátok, a kazettaportot hozza hibásnak, meg az interruptot. Na most ugye a kazettaport az egy érdekes dolog lesz, azt meg fogom nézni, hogy abban mi a ludas, mi okozza a gondot a kazettaportnál. Valami hibát észlel ott. Ez az interrupt, ez meg megint egy érdekes jelenség, mert van is a fólián egy hiba, amit forrasztottak, ez pont az interrupthoz vezet, az enemi vonalat, de egyébként ez a vonal rendben van, ez működik. Na most az igazság, hogy én ilyennel már találkoztam másik gépben is, ami teljesen hibátlan működött, és ugyanilyen interrupt hibát hozott. Utána fogok ennek nézni, hogy ezt mi okozhatja még ezt a problémát. De egyébként úgy néz ki, hogy az alaplap él, működik. Nyilván fel fogom tesztelni. Most ez a diagnosztika lefut, oké. Ezen kívül én biztos, hogy le fogom tesztelni ugye billentyűzettel, meg fogom nézni, hogy floppyval működik-e, meg fogom nézni a magnóportot is, hogy működik-e. Mert megmondom őszintén, hogyha ez egyébként teszi a dolgát, akkor engem ez annyira nem zavar, hogy ő itt a diagnosztika hibákat hoz, mert az az igazság, hogy ez ettől függetlenül teljesen jól működhet. És akkor most még annyit csinálunk itt, hogy ugyan billentyűzetem most nincsen rajta, de még azt megnézzük, hogy mondjuk elindítunk valamilyen játékprogramot rajta. Itt nézek egy Kung Fu Flash cartridge-et. Becsatlakoztatom. És nézzünk valami játékot rajta. Látjuk, hogy szépen elindul egyébként maga a gép, teszi a dolgát. Nézzük meg mondjuk a Wizard of War, ugye nem ezt, hanem ezen a, itt van egy Wizard of War cartridge. Veszek le egy kis hangot. És mint látjátok egyébként a gép, teljesen jól működik. Nézzünk valami másikat. Prince of Persia-t még elindíthatjuk, ez egy kicsit nagyobb volumenű játék. És mondom, meg fogom nézni még ezeket a portokat ugye rendesen élőbe. Tudjátok, volt a másik gépem is, a ugye a Lomis gép, aminél az a helyzet állt elő, ugye, hogy ott is volt egy hiba, amit mondtam, hogy mindig jelzi a hibára a billentyűzet portot, és ettől függetlenül teljesen jól működik a billentyűzet. Kép az egész tűrhető.
és teljesen jól működik egyébként a játék, meg a gép is. Úgyhogy nem is futtatom én ezt tovább, ez csak ennyi. Ugye most per pillanat ugye ezt ki is kapcsolom, ugye mondtam, hogy még a kapcsolóját szét fogom szedni, ki fogom pucolni. Most az egész alaplap kap egy mosást, ezek után lesubickolom, lemosom, és az fog történni, szétszedem a billentyűzetet, azt is kipucolom, és utána annyi fog történni, hogy ugye ezt mondtam, hogy ez a gépház eléggé rossz állapotban van. És ugye azért meg is mutatom, hogy miről van szó, tehát ugye közelebbről is értsétek. Például itt is van rajta egy repedés. Meg van repedve, meg van nyomva a ház belülről. Látszátok, attól függően rettetesen koszos, akkor itt a vezeték, itt is látjátok, bele van így. Ugye ez a vezeték összeért magával a műanyaggal, és azért itt az elején megint. Tehát nem a legszebb ez a ház. És ugyanez az aljára is igaz. Az alján is ugyanilyen problémák vannak. Itt is látszik, hogy itt is ilyen benne van a vezeték. Mondjuk ez annyira nem látszik. És igen, tehát igazából emiatt gondoltam arra, hogy lehet, hogy ezt a házat félre fogom tenni. És van nekem egy másik házam, ami ugye nem ez a barna, hanem ez az Aldis ház, az a világosabb, ez a fehér színű ház. De jó fog az kinézni, azt gondolom azzal is. Azzal össze fogom rakni. Nyilván ezt a házat valamennyire le fogom pucolni, letakarítom, el fogom tenni, mert egyébként alapvetően tartalékban jó. Ugye nyilván még az is baj, hogy ugye a fülek is le vannak törve, tehát ugye emiatt ez problémás lenne. Úgyhogy körülbelül ennyi. Most megyek, ezeket lepucolom, és akkor fogom szerelni össze a gépet, illetve csinálok majd egy teljes tesztet ugye magnóval, kipróbálom kazettásegységgel, meg minden egyéb dologgal. Ha minden jó lesz, akkor így marad a maga a számítógép, és az az igazság, hogy mást nem is nagyon fogok vele szerintem csinálni, mert direkt mondtam is, hogy ez csak úgy megint akadt ez a gép. Megnézzük, összerakjuk, jó lesz, ha nem, akkor meg még keresem a hibát, jó? És megyek, kitakarítom és folytatom innen. És igazából kész vagyok a számítógép alaplapnak ugye a tisztításával. Ugye ez egy mosószeres tisztítás, ugye egy alkoholos mosást teszek rá, utána folyékony mosószerrel, meg folyékony szappannal, meg ecsettel, nagyon szépen átdörzsölöm, és ilyen gyönyörű szép tiszta lesz az alaplap tőle mindenütt. Nagyon jó. Ugye most még egy dolog volt ezzel, ugye ez az interruptos probléma. Majd ezt megnézzük. Közben a házat is elkezdtem, ugye ezbe a házba fog belemenni. Hát látszik, hogy ez a ház azért ez nagyságrendekkel jobb állapotban van. Hát mutatom, hogy ez az eredeti ház. Tehát ez nagyon romos állapotban van. Tudom, hogy színben nem teljesen ugyanaz a dolog, de ez nagyon rossz állapotban van, meg repett is ez a ház, azért meg törött több helyen. Azért gondoltam ezt. Ugye ezen is voltak ilyen különböző sérülések. Ezeket ilyen apróbb helyeken, nem tudom mennyire adja vissza a kamera. Ezeket mikroszkóp alatt szépen kikapartam a szennyeződéseket, meg nagyon pici polír papírral. Hát lehet egy picit látni, mert ugye maga a ház ugye azért egy enyhén már sárgult, tehát megváltozik a színe, és ugye hogyha friss műanyag kerül elő, akkor egy picit az világosabb, de egyébként teljesen szép ez a dolog. Most amit csinálok, ezt a billentyűzetet szedem szét, ugye a billentyűzetnek kirettem a csavarokat, leveszem a paneljét, ugye hát ez egyébként alapvetően szép, tiszta, ugye ez semmi más nem fog kapni, csak egy alkoholos áttörlést, ezt ide szépen félretesszük, illetve kiszedem a gombokat belőle és kimosom, ugye igazából a másik oldala miatt kell ezt nekem megtenni most, tehát nem is itt ezzel az oldallal van igazából nekem probléma, hanem ez az oldala, itt valami rá is van folyatva magára a billentyűzetre, itt bele van valami ragacs, ilyen cukros valami folyva, valami üdítő lehet, vagy valami ilyesmi, és emiatt muszáj vagyok szétszedni. És egyébként, mert egyébként nem nagyon szedném szét, de emiatt muszáj leszednem a gombokat, és akkor ugye most a szokásos módon, ugye két csavarhúzóval mindig szépen alányulok, és szép óvatosan leszedem a gombokat róla. Tudom, van ehhez ilyen fogó is, amivel le lehet húzni a billentyűket, nekem olyan nincs, én ezzel szépen így meg szoktam oldani ezeket a dolgokat, és nem szokott vele gond lenni. Ugye az alkatrészeket pedig szépen összegyűjtöm, ilyen kis tároló edénykékbe. Erre én szoktam használni például ezeket a merevelemez házakat, ugye ezekben nagyon jó bele lehet tenni ezeket a dolgokat. Kicsit helyet csinálok itt, és akkor ezekbe gyűjtöm ezeket bele. Ugye szokásos módon ilyet is már azt hiszem látunk a videóba, tehát ezt már nagyon nem fogom mutatni. Ugye szépen szedem lefelé, és akkor utána elpucolom ezt a billentyűzetet is. És tulajdonképpen lassacskán majd jöhetne is a gépnek az összeszerelése. Annyi van,
hogy még ugye le kell tesztelnem, hogy maga a maguk a portok működnek-e rendesen, illetve van még egy 7406-os IC, annak a cseréjéről majd még arról fogok egy szót ejteni, meg egy-két apró módosítást fogok csinálni, ezt majd még be fogom mutatni. Jó, szerem a villentyűzetet, pucolom el, és akkor utána folytatjuk innen. Na és javítás, rakom össze a billentyűzetet, ugye megvolt a tisztítás, közben még a billentyűzet száradt, addig az alaplappal foglalkoztam, mondtam nektek, hogy van egy-két dolog, amit ki kéne rajta javítani, szeretném nektek mutatni itt a képernyőt, remélem lehet látni. Minden okéban van, hangja teljesen jól működik. Hangteszt is lefut, gyakorlatilag mindent teljesen okéra hoz, tehát semmilyen hibát nem találunk. Mi volt a probléma? Ugye emlékeztek rá, hogy volt ilyen interrupt hiba, meg egyéb ilyen dolgok. Ugye a következő, gyanakodtam, hogy van egy 7406-os IC, ami egy inverter tulajdonképpen. Ezt kicseréltem, de végül is utólag kiderült, hogy nem ez volt a probléma oka. Én nekem volt, ugye megjön az, hogy mikroszkóp alatt kellett nézni, ugye foglalatokat raktam be, meg kell mondjam, hogy ezek ilyen kínai foglalatok, és valószínűleg egy vagy két láb nem érintkezett rendesen a forrasztásnál. Picit hideg volt a forrasztás, át kellett ezeket forrasztani, és tulajdonképpen ennyi hiba volt, és látjátok, teljesen jól működik az alaplap. Kipucoltam a kapcsolót is, ugye szétszedtem a kiba kapcsolóját, gyakorlatilag hibátlanul megy most az alaplap. Egyetlen egy dolgot fogok még itt elkövetni, most összerakom a billentyűzetet, és még egy dolgot fogunk csinálni rajta. A képet, hogyha megnézi az ember közelebbről, akkor látszik, hogy van a karaktereknek pici elmosódása, úgyhogy fogunk beletenni ide a Vic IC-hez egy kis modot, amivel be lehet lesz ugye hangolni magát a képet. Ugye ezt meg fogom nektek mutatni, ezt a kis kütyüt, hogy mi ez, amit ide be lehet szépen rakni, és ugye ezzel még finomítani fogunk egy kicsit a képen. Fogunk tenni a csippekre hűtőbordákat, és tulajdonképpen szereljük össze a gépet most már a végső stádiumban, és meglátjuk, hogy milyenre sikerült ezt a gépet összehozni. Gyakorlatilag a teljesen ugye a fekete képernyős halálból, hogyan sikerült ezt a gépet megmenteni, és tulajdonképpen eddig nagy összeget nem is kellett ráfordítani, mert tulajdonképpen ugye egyetlen egy integrált áramkör volt eddig, úgy néz ki, ami hibás volt, egy multiplexer IC, ez egy ilyen 30-40 forintos IC, tulajdonképpen a takarítás, tisztítás is ennyi, meg nyilván egy gépház cserét ugye csináltunk, és akkor gyakorlatilag most összerakom a billentyűt, és akkor megnézzük, hogy hogyan lehet ezt a kis úgynevezett LumaFix-et beleszerelni ebbe a gépbe, megnézzük, hogy hogyan fog ezzel a kép változni. Na, és akkor kész vagyok az alaplappal, legalábbis azzal a részével, hogy beleraktam ezeket a CIA chipnek a módosításait, és mint mondtam, egy úgynevezett LumaFix-et szeretnénk kipróbálni, amivel a képminőségen szeretnénk egy picit javítani. Mi is ez a LumaFix? Hogyha megnézzük, egy ilyen egyszerű kis eszközről van szó. Ezt a LumaFix-et a Vic chip közé kell berakni. Most ugye ez annyit jelent, hogy itt a Vic chip fölött van ugye ez az árnyékoló lemez, ez sajnos nem lehet lesz visszarakni rá, de igazából nincs is annak nagy jelentősége, a hűtés miatt viszont a Vicre majd fogunk tenni egy hűtést, egy hűtőbordát. Ugye ezt az eszközt kell berakni, de milyen képminőséget is kell most nekünk módosítani? Na most én ezt összeraktam, hogy a modulátorról be van hangolva most a tévé, mert így jobban jelentkezik a hiba, és szeretném is nektek ezt prezentálni, vagy megmutatni, hát remélem a kamera visszaadja a képhibát, de szerintem lehet látni, hogy ilyen enyhe függőleges csíkok vannak a képen. Ez nem annyira veszélyes ez a dolog, van amelyik gépnél ez jobban jelentkezik, van amelyik gépnél kevésbé. Ugye ezt fogjuk megpróbálni eltüntetni ezzel a LumaFix-el. És akkor tulajdonképpen ezt én most bele is fogom ebbe rakni, ugye a gépet kikapcsoljuk hozzá, ugye tévé leállt, gépet kikapcsoljuk, és ugye szereljük is be ezt a LumaFix-et, hogy mi lesz, hogyha ezt berakjuk. Ugye első körbe ki kell vennünk ugye innen a Vic chipet. Ugye ezt óvatosan csináljuk, szépen emeljük ki a foglalatból. Kivettük, és ugye ezt az eszközt ide nekünk be kell rakni. Ugye arra oda kell figyelni, meg is mutatom, hogy én már ezt előkészítettem, ugye magát a behelyezéshez,
hogy itt a kondenzátorokat ugye így elfordítottam, egy kicsit kijje forrasztottam, itt is úgy mindenhol elfektettem, hogy ugye ez ne okozzon gondot. Ugye és akkor ezt a kis eszközt fogom én most itt belerakni ebbe. Ugye ez nagyon egyszerű, ide berakom a foglalatba. Nézem, hogy ez pontosan beleilleszkedjen, és ugye így belenyomjuk a helyére. És ugye látszik, hogy ez beleült egy az egybe a Vicnek a foglalatába, majd ebbe fogom belerakni magát a Vic chipet, hogy ide fentre szépen ebbe én beleültetem. És akkor ezt a Vicet pedig ebbe szépen ide bele nyomjuk, így. És ugye látszik, ez egy picit kinyúl belőle, de ugye nem magasabb nagyon, mint a modulátor, tehát a billentyűzettől még éppen el fog férni. És akkor nézzük meg, hogy most milyen lesz a kép. Most várhatóan a kép most ilyenkor egészen rossz lesz. Ugye látszik, hogy nagyon rossz lett a képminőség. Most ettől ne ijedjünk meg, ez egy normális dolog, mert ugye most per pillanat az fog követően történni, hogy ezekkel a trimmerekkel, ami nekem rajta van ezen a Lumafixen, ezt be kell nekem hangolni. És akkor most tulajdonképpen az fog történni, hogy ezt megpróbálom szépen behangolni. Most én ugye ezt fogom csinálni, hogy ugye ránagyítok nektek ide a tévére, és akkor remélem ezen jobban lehet lesz így látni, hogy ha elkezdem tekergetni a trimmereket, akkor hogyan fog ez a dolog változni. Most ez egy ilyen játék lesz, ahogy tekerem a trimmereket, ez valahogy úgy fog változni ez a kép, és tulajdonképpen nekem be kell lőni egy olyan állapotot, amikor tisztább a képminőség. Hát és azt hiszem, hogy körül így marad. És hát ugye most nézzük meg, hogy most milyen lett a kép. Ugye benne van ugye a Lumafix. Hát most látjátok is egyébként, mert rá van közelítve a kamera, hogy milyen lett. De ugye még most is vannak benne ilyen enyhe csíkozódások, de sokkal-sokkal kevesebb, mint előtte. Most megnézzük rendes videójellel, hogy milyen. Ugye ez a, megnézzük a rendes kompozit videójellel, hogy milyen, mert ez ugye a modulátor volt. Most annyit csinálok, hogy ugye kikapcsolom a gépet, átkapcsolom a tévét ugye videójelre, berugom neki a videójelet, és megnézzük, hogy videójellel milyen a kép. Itt lehet látni még apró csíkokat, megnézem, hogy ezeket el tudom-e tüntetni. Ilyen nagyon enyhe apró csíkokat lehet még látni, ezt megpróbáljuk ezt is eltüntetni, hát ha el lehet. Hát azt hiszem, hogy körülbelül ez, amit tudtam belőle kihozni. Hát megmutatom nektek közelebbről is. Hát körülbelül ezt lehetett belőle kihozni, de hát azt hiszem, hogy az egész jó képminőséget lehet produkálni ezzel a kis eszközzel. Egy finom hangolásra mindenféleképpen jó. Ugye ennek van egy másik megoldása is egyébként. Tehát ennek van egy olyan megoldás, hogy ezt a modulátort itt kicserélik, és a modulátor helyett egy speciális videó kimenete van, és ugye ez a Lumafix oda át van kötve, az esetben még jobb képminőséget lehet elérni, de én ezzel teljesen jól vagyok, tehát én nekem ez teljesen elegendő, ez a fajta képminőség. Azt gondolom, hogy ez teljesen elfogadható, ez a kép, amit egy Commodore 64 tud egy LCD-n produkálni. Ugye itt most annyi van, amire oda kell figyelni, hogy ugye ezt a Vicet, ugye most is már elég forró, ki is kapcsolom, ezt nekünk mindenféleképpen meg kell hűteni egy hűtőbordával, tehát ide még egy hűtőbordát rá kell tenni. Hát ugye az a szerencse a Commodore 64-ben, hogy elég magas építése van magának a háznak, és ugye emiatt gyakorlatilag azért elférünk benne. Tehát ugye itt maga a billentyűzet eléggé magasan van, tehát ugye ez nagyon szerencsés, hogy emiatt ezt meg tudjuk oldani.
és ez nem szokott általában gondot okozni, tehát itt még a hűtőborda is el fog valószínűleg nekünk férni. Jó, és tulajdonképpen most ennyi van, hogy ezt a gépet én szépen össze, most rárakom még a hűtőbordákat, még mielőtt felrakom a dobozt, majd megmutatom, hogy hogy néz ki a tetejét, összeszerelem és egy végső tesztet csinálunk még magával a géppel, és megmutatom, hogy milyen lett tulajdonképpen a végeredmény. És itt látjátok, beszereltem az alaplapot, látjátok, beraktam ezt a papírlapot is, ugye, hát ezt ki is lehetne belőle hagyni, az igazság, ez ilyen árnyékoló papír, de hát az az igazság, hogy gyárilag benne van, annyit megtettem, hogy itt a hűtéseknél kiebb vágtam, hogy ilyen hűtéseket tudjon menni. Ugye látszik, hogy sajnos ugye ez így, az a vikk ez eléggé kimagaslik, megnéztem, hogy egy nagyobb hűtőborda nem megy rá, de sajnos nem fér el, és akkor most tulajdonképpen annyi történik, hogy ezt így a helyére tesszük, beszereljük a billentyűzetet. Ugye a billentyűzetnek itt van a csatlakozója. Becsatlakoztatjuk a ledet. Ennek a vezetékét egy kicsit megpróbáljuk ide oldalt elrakni. És ugye hátul a fülekbe bele illesztjük a gépet. És gyakorlatilag így összemegy a számítógép. Ugye éppen össze lehet tenni így, és gyakorlatilag most annyi történik, hogy most már ezt a párnát alá teszem, és gyakorlatilag csak össze kell csavarozni. De ez most lehet, hogy keresnem kell még csavarokat, mert ami van, az eléggé ocsmány. Négy, és tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy elkészült maga a Commodore 64. Hát ugye így néz ki, ugye látszik, ez a világosabb vajszínű házban van benne, ugye így néz ki, látszik, hogy tulajdonképpen mondhatna, hogy sérülésmentes így a gép, az alja is egész szép lett, és ugye így sikerült ezt nekem rendbe tenni. És akkor most csináljunk még egy végső tesztet rajta, és tulajdonképpen, mert például a billentyűzetet még nem is teszteltem, hát reméljük, hogy jó lesz, és akkor körülbelül ennyi is lesz a videó. És összeszereltem a gépet, ugye így néz ki, hát szerintem nagyon szép lett, én úgy gondolom, hogy ez egy kifejezetten jó számítógép lett. Ugye nézzük meg, hogy egyébként működik-e most rendesen. Működik, egy kicsit ki volt csúszva a tápcsatlakozó, szépen világít a piros ledünk. Nézzük meg, hogy a gombok működnek-e, ugye még ezeket nem is próbáltam ki. Hát végignézzük gyorsan, hogy ugye mennek-e a gombok. Jó,
Hát hogy a funkció billentyűket pedig nem nagyon tudjuk kipróbálni, tehát minden látszólag rendben van és minden működik. Na most semmi más nem jön, gép kikapcs, betesszük a Kung Fu Clash kartridzsunkat. És nézzük meg valamilyen játékkal. Valami be is van töltődve. Én szerintem ez a Prince of Persia lesz. Indítsuk el. Hangja jó, képminőség úgy látom teljesen rendben van. Tehát ha megnézzük a kép, teljesen szép, tiszta a kép. Játék működik. Nézzünk valami mást. Amit én mindig szoktam nézni, hogy én mindig a Wizard of War szoktam nézni, mert egyébként ott elő szoktak jönni ilyen karakteres problémák. Megnézzük, hogy Joy minden irányban működik szépen. Megnézzük mindjárt a másik Joyporton is. Ugye átdugom az egyes Joyportra. Gépet bekapcsolom, Wizard of War mindjárt indul is. Reméljük. Ez a Joyport is teljesen jól működik. Imádtam ezt a játékot. De hát most nem játszunk. Tehát ezek is teljesen jól működnek. Úgy néz ki, hogy minden teszi a dolgát. Nincs is ezzel most már úgy látom semmi probléma. Még mindjárt kipróbálom majd a floppival is, de ezt már nem nagyon videózgatom. Azt hiszem, hogy ennyi elég volt ebből a videóból. Sikerült azt hiszem ezt a gépet megmenteni, végül is az alaplapot használtam fel, meg meglévő gépházat, de szerintem egy nagyon szép állapotban lévő 64-est sikerült így összehozni. Picit egyedi is ez a kiszerelés, de én örülök neki, hogy ez a gép teljesen rendben van és teljesen jól teszi a dolgát. Ha tetszett a videóm, iratkozz fel, hogyha tudsz támogatni, akkor itt a videó alatt megtalálod, hogy hogyan tudod megtenni, vagy bármilyen más egyéb formában is lehetséges. Ha nem vagy még feliratkozva, iratkozzál fel a csatornámra, vagy ha nem, akkor pedig nézed a csatornámat. Elköszönök tőletek, sziasztok!